Köszöntök mindenkit ezen a szép napon. Remélem, kenteknek már jó kedve vagyon. Lépek én egy színpadra azon kérelemmel, szabad-e bejönni tánccal, s víg énekkel. Ha tetszett a mulatság, viruljon arcotok, ha pedig nem, hát elhallgassak. Jó estét kívánok! Ezzel a kis ritmussal köszöntjük Önöket, és hívjuk egy kis utazásra. Utazásra, melynek középpontjában a tánc, a forgás és a folytonosság van, hiszen műsorunk címe Örök forgó. Az idő örök forgásában láthatjuk ma este a Pöndölyösök 23. éves bemutatóját, amely a folytonosságot, az évről évre való megújulást, fejlődést szeretné bemutatni. A műsorban jelen van a tánc forgataga, sokszínűsége, amit a magyar nyelvterület csodálatos népi kultúrája adott nekünk megőrzésre és életben tartásra. A műsor címében benne van a Pöndölyösök szándéka, műsorok vezérfonala is. Az idei koreográfiák szinte kivétel nélkül a népi kalendárium egy-egy jeles napjához kapcsolódnak. Így áll össze egy kerek esztendővé a Pöndölyösök számadása. Hölgyeim és uraim, dőljenek hátra, hagyják magukat sodródni ebben a forgásban, szédüljenek a táncosokkal az örök forgóban. Elsőként az óvodás csoport műsorát láthatták. Az apróságok hetente találkoznak a közösségek házában, Kész Ildikóval és Németh Csillával. Hol kevesebben, hol többen, de töretlen lelkesedéssel ropják a táncot, és játszanak önfeledten. Játékok címe: Lassan jár a csigabiga. A régi időkben a legények, ifjak, férfiak egymástól lesték el a mozdulatokat, tanulták meg a férfi táncokat. Sok helyütt ez a tanulási folyamat leginkább a téli időszakban történt, amikor nem volt annyi munka és volt idő a gyakorlásra. Ki magában gyakorolt, elbújva a pajtában, a szénaszínben, ki tehetősebb lévén egy-egy zsák búzával fizetve jobb táncostól tanulhatta a figurákat, és voltak olyanok, akik összeverődve, egymás segítve tanultak. Így van ez ma is, hisz a pöndölyös legények is az említett módokon ügyesednek, talán csak a szénaszín hiányzik. A most következő percekben három csoport legényeit, férfiait láthatják egy összeállításban. Megjelennek a mezőségi ördöngös füzes és magyar palacka férfi táncai. Műsorok címe: Ördöngös legénykedések füzesről, palackáról. Jó szórakozást kívánok! Thank you.
régmúltban a lakodalmakat nem nyárban tartották, hiszen akkor táj bőven akadt munka a földeken, hanem a tenyérben. Most szeretnénk önöket meghívni egy kis gyermeklakodalomba, Magyaregre. A pici bündölyösök igazán lelkes és ügyes apróságok szeretnek táncolni, játszani. A most látható koreográfiával fognak szerepelni Magyaregredjen, az Egredi lakodalmasban, június 8-án. Fogadják szeretettel műsorukat, kezdődhet a Lagzi. Yeah.
haladva a kalendáriumban a leggyönyörűbb évszakhoz, a tavaszhoz érkeztünk. A húsvét elmúltával újra szabad volt a tánc, a mulatság, amihez nem kellett más, csak néhány fiatal, aki szeret táncolni. Sár közben forgatjuk most önöket, azon belül is a sárpilisi tavaszi létre, ahol gyerekek játszanak, táncolnak, a tavasz hírnökeit köszöntve. Következik a Kispöndölyösök Fecskemadár című műsora. Yeah.
dalnak, a zenének az esztendő minden napján szólni kellett, hiszen azzal fejezte ki magát az ember. Így mondta el szomorúságát, bánatát, ezzel fejezte ki örömét és boldogságát. Szerencsére a pöndölyösök nagy családjában is így van ez a mai napig. A muzsika és az ének szorosan kapcsolódik a tánchoz, hiszen a táncosok együtt tanulják meg az első lépésekkel az első énekeket, és akinek mindez nem elég, még zenetanulásra is adhatja fejét, valamint népi énekszakon is tanulhat. A népzenetanszak vonos növendékeinek előadásában a Dunántúl egy jellegzetes tájegységének, a Sárköz falvainak muzsikájából hallhatunk rövid összeállítást. A zeneiskolások muzsikájában csárdás, friss csárdás és ugrós dallamok csendülnek fel. A Csicseri Borsók énekegyüttes tagjai 3 éve énekelnek együtt. Németh Csilla irányításával kezdték, majd 2018. szeptemberétől az EFAMI falai között Papp Cecília vezetésével tanulnak. Számtalan fellépésen, versenyen mutatták meg tehetségüket és összetartásukat. Múlt héten a Tiszán innen Dunán túl országos népdaléneklési minősítő verseny döntőjében szerepeltek, ahol Rába közi dudanótákat énekeltek. Ezt az összeállításokat hallhatják a mai műsorban. Következő műsorszámban tehát népzenészeket és népi énekeseket, Michel Erik és Papp Cecília tanítványait láthatják, hallhatják. Hallgassák őket szeretettel!
Egyes elemei régebbi pogány időkre nyúlnak vissza. Ezt a szokást eleveníti fel az ivi csoport a pöndősök számára nagyon fontos szomszédos falu hosszú hetény énekeivel, táncaival. A Pünkösdnek jeles napján című koreográfiát fogják bemutatni Pünkösd vasárnapján, az Isten tisztelet után a komlói templom előtt. És ezzel vendégszerepelnek Pünkösd hétfőn a Szentedre is Kanzenben, a Pünkösdi Fesztiválon. Fogadják őket
nagyot nem szólhatok, mégis Istenemnek szolgálni akarok. Szolgálok, míg élök, testömben a lélek. Ekkora kendőt legyen kendőknek, dicsértessék a Jézus Krisztus. Iványos, iványos, nyergelőre, nyergezi a hajlatozik, aranygyűrű hörgendőzik. Sose volt a Mókútába, a megépült hajótába, Szent Jánosnak temetésére, temetésére. Hozzátok el a koszorút, amit kötött Rozália asszony, Rozália asszony. El kéne a madárokon menni, madároktól láncot kéne kérni, a hídakat végig láncoltatni, szép lányokat megtartóztatni. Dobd el a hátad, a sokat a nyakad, fejjel tudunk, fejjel húja kizsjelice füske, majd megjön a jó tavaszi föcske, akkor lesz majd egy kis örömöcske, csokoljon meg az öreg kecske. Dobd el a hátad, a sokat a nyakad, fejjel tudunk, nagy erdénybe ki tudom kell bemenni. Jaj, de sokat
török forgónk végéhez közeledve a Pöndöly legnagyobb, a Pipi térből és a Nagy Pöndölyből összevont csoportját láthatják, hallhatják az elkövetkezőkben, akik a téli ünnepkörhöz, a karácsonyhoz kapcsolódó apró szenteki korbácsolás gyertyai változatát mutatják meg. Farkas Ágnes és Farkas Tamás a gyertyai táncok leghitelesebb tudói készítettek számunkra a koreográfiát, Gyertyai apró szentek címmel. Fogadják őket sok szeretettel.
Thank you.
közönségünk. A táncosoknak a talpalávalót az este folyamán a Sárarany zenekar és a Vörös Ezes banda szolgáltatta. És akiknek az együttes minden tagja köszönetet mond munkájáért, a táncosokat tanították Németh Csilla, Potpác Beáta és Kirk Zoltán. És karban tartották Rimóci Hajnalka és a Pécsi Tankerületi Központnak köszönhetően Hegedűsné Dríba Melinda. Ugyan és uraim, megköszönve megtisztelő figyelmüket, öndőjösök nevében is búcsúzom, viszontlátásra. Bízom benne, hogy a következő bemutatón is találkozunk. Viszontlátásra!